A kitelepítések áldozataira emlékeztek Tiszafüred Kócsújfalun. Ünnepi műsorra, mécses gyújtással és az emlékezés koszorúinak elhelyezésével hajtottak fejet a borzalmas, szégyenteljes történelmi bűn áldozatai előtt. Az 1950-es években magyarok ezreit telepítették a Kócspusztaihoz hasonló kényszermunkatáborokba, elsősorban azokat, akik valamilyen okból kifolyólag a kommunista hatalom útjában álltak. Sok dolog van, ami örök. Sok olyan törvény van, ami örök, és nem változik. Nem ilyenek az emberi törvények, mert az emberi törvényeket vagy a bölcsesség, vagy a jóság, vagy a butaság és a gonoszság hozza, és ezek változnak. De nem változnak azok a törvények, amiket a természet, a teremtő, a jóisten hoz meg. És nem változik az ember sem. Tudjuk azt, hogy az emberi természet sem változik. Hiszen aki a Bibliát forgatja 5 vagy 2000 esztendővel ezelőtt, ugyanazokat a dolgokat látta, irigység, árulás, jóság, ami benne van a mai emberbe is. És benne volt a 70-71 néhány évvel ezelőtt lévő emberbe is. Benne volt a gonoszság, benne volt az irigység, benne volt a rossz is. Hiszen sokszor áltatjuk magunkat azzal, hogy változik a világ, modern gépek vannak, modern eszközöket használunk, nem gyalogjárunk, nem szamárháton, hanem autóval, repülővel, rakétákkal, és bizonyára javul az ember is, javul az emberi természet. De ez nem igaz. Az emberi természetet ugyanaz mozgatja, és ugyanaz mozgatta 5000 évvel esztendővel ezelőtt is, mint 70 évvel ezelőtt is. Ha hagytuk azt, hogy a butaság és a gonoszság teret nyerjen, akkor a butaság és a gonoszság tort fog ülni a nemzeten. És tort ült ezen a nemzeten is, mert legyengült ez a nemzet. Legyengült először az első, majd a második világháború után. És a nemzet is olyan, mint az emberi test. Ha legyengül, a kórokozók megtámadják. Megtámadják azok a kórokozók, akik betegséget, gyengeséget és halált tudnak hozni a nemzetre. És ilyen kórokozó volt a vesztes háború után a kommunizmus. Az emberi butaság, az emberi gonoszság, az emberi gyarlóság ült tort a legyengült nemzeten. Bosszú, irigység és a legrosszabb emberi tulajdonságokat hozta felszínre, mert a legrosszabb emberi tulajdonságokkal rendelkező embereknek adott hatalmat, adott lehetőséget, hogy bosszút, irigységet és gonoszságot hozzanak erre az országra. Családokat szakítottak szét, sorsokat tettek tönkre, magyarokat tettek egyik napról a másikra földönfutóvá. Emlékezni és gyermekeinket tanítani kötelességünk, hogy ilyen soha ne fordulhasson elő többet.